Hogyan lehet fele pénzből duplázni a rendszer hatékonyságát, a szigetüzemű rendszer hatékonyságát, most megmutatom nektek. Nagyon egyszerű, a szigetüzemű rendszerről, ami 24 volton működik, le lesz választva a világítás. 230-ról fog menni a minden, a világítás viszont DC-ről, tehát egyenáramról fog menni, és elsőre 12 voltba próbálkozunk, szerintem nem lesz elég, de majd meglátjuk a fényerőt. Aztán, hogyha kell, akkor 24 voltra váltunk. Tök mindegy, a lényeg az egy 4 paneles rendszer, körülbelül 1 kW-os az egész napelem része, és az sincs kihasználva teljesen direkt, mert mindegy, erről nem mondom, hogy hogyan vettük figyelembe a napvonulását, ez majd egy másik trükk. De az a lényeg, hogy itt most duplázzuk a teljesítményt úgy, hogy a 4 panelhez hozzárakunk egyet. Hogyan lehet itt duplázni? Nagyon egyszerű, a fogyasztást fogod duplázni, és külön szelektálod. Ez egy trükk. Körülbelül 500 szigetüzemes közül egy fogadja meg a tanácsomat, és csinálja ezt, hogy a világítás egy külön mikrorendszeren van, így nem kell komplett fölturbozni a rendszert, abból a pénzből lehet okosítani. Miközben húzom a vezetéket, egy gerincet kell lehúznom az egész házba körbe, külön a világításnak, mert sajnos nem megoldható a világítási áramkör leszelektálása. Ha valahol jó volt a villanyszerelő, ott még gerincet se kell húzni, mert a kis megszakító táblában külön áramkörön vannak a világítások, és nincs bekötve egy konnektor sem, akkor még ezt se kell csinálni, de itt kell. Szóval az a lényeg, a végén kitérek a DC-AC-re. Az a lényeg, hogy éjszaka is lesz világítás, akkor is, ha lemerül az akupak a szigetüzemű rendszerben, mert ez egy külön kis mikrorendszeren van. 4 paneles rendszert duplázok úgy, hogy hozzárakok még egy panelt. Ez azért így okosba. Viszont, ahogy megy az egész vezeték, miközben húzom a vezetéket, és majd holnapi nap, ha akartok videót, akkor írjátok meg, hogy akartok róla videót, kötöm a kötésdobozokat, mindegyiket, mindegyik kap egy átellenőrzés, mindegyik át lesz kötve, amit vagózni kell, vagózni fogok, amit szigetelőzni, toldani, stb. Toldás nagyon nem lesz egyébként, tök mindegy, mert nem szeretem. Az a lényeg, hogy egybe lehúzom, és nem egy gerincet húzok, hanem 4-et. Pontosabban egy gerinc lesz az egész házban, de 4 felé osztva, tehát 4 áramkörre osztom szét, még azt az egy szerencsétlen világítást is. Miért? Azért, mert ha az egyikkel gebaszol, legalább a másik 3 részen legyen áram, illetve világítás. Nagyon egyszerű. Úgyhogy jöhetnek az okos hozzászólások, hogy télen meghal mindenki, apokalipszis, nincs világítás, meghalsz és muszáj a villanyóra. Nem. Van körülbelül 15-20 ilyen trükk, amit ha megcsinálsz a házban, pénzbe kerül, mert nem az akura és a napelemre fizetsz, hanem a villanyszerelőre, de közben kapsz egy komplett átellenőrzést, és hogyha valami hiba kiderül, azt még ki tudod javítani. Miért? Hogy bírja. Aki pedig hozzászólást mer írni nekem arról, hogy DC vezetéket, egyébként AC vezetéket húzok, tök mindegy, másfeles MCU-t egyébként külön neki, hogy AC-ről is tud üzemelni, és DC-ről is tud üzemelni, DC lesz a felhasználás, de AC-t húzok, ezért lehet bekötni az AC dobozba. Jaj, DC fog róla menni, nem DC fog róla menni. Ezért lehet behúzni egy dobozba, a DC a végén lesz. Ez egy másik trükk, erre nem gondoltatok mi. Na mindegy, aki villanyszerelő, az érti, hogy hogyan kell trükközni, és így nem hágod át a szabályokat, még mindig engedélymentes vagy, még mindig. És hogyha akarsz egy felmérést és tanácsadást, ahol ilyen trükköket is elmondom, egyébként mind a 10-15-öt elmondom, ami éppen arra a házra való, akkor hívjál, az előző videómat nézd meg, kövesd be, mit tudom én, iratkozz fel, amit szoktak mondani, és hívjál föl, vagy írjál nekem Messengeren, Peter Cecó néven vagyok, beszéljünk meg egy felmérést, ezen a héten és jövő héten még Magyarországon vagyok, bárhova kimegyek Magyarországon, megbeszéljük, felmérek, tanácsadok, és elmondom, miért? Mert a legutóbbi, és most nagyon figyelj, a legutóbbi helyen, ahol én mértem föl, ott volt árajánlat, mennyiért csinálják meg, 8,5 millió volt az árajánlat. 2,5 millió alatt csináltuk meg utolsó csavarig, és munkadi, és minden benne volt, direkt írtuk. Ha tudod ezeket a trükköket, ilyen szintű spórolást. Ez azt jelenti, hogy ha te 2 millió forintot is már drágálasz egy szigetüzemű rendszerért, lehet, hogy az egész kijön mondjuk 800 000 forintból, csak nem tudod a trükköket.
Miért nem tudod a trükköket? Mert nem élsz szigetüzemben. Mert mindig ott van a villanyóra mellette, mindig van, ami kisegítsen. Viszont nagyon kevesen vagyunk, akik villanyóra nélkül élünk, és trükközgettünk, és kötögettünk, és kísérleteztünk, és rájöttünk erre a 10-15 dologra, amit egy házban meg lehet csinálni úgy, hogy ne kelljen még milliókat költeni a napelemes rendszerre. Tetszett a videó, lájkolj, megosz, ír hozzászólást, és hívjál föl, keresd meg, írjál Messenger-t, ha felmér.